Sziasztok! A mai napon bemutatom nektek a gyömbér szaporításának kezdeti lépéseit. A gyömbér, ugye a gyömbérfélék családjába tartozó növény, ez az étkezési gyömbér, amit akármelyik üzletben meg lehet vásárolni. Már az ősi Kínában ismerték, nagyon gyakran használták a cserekereskedelemben és a fűszerkereskedelemben is nagy szerepet játszott. De ma és nem csak fűszerként, hanem gyógynövényként is használatos. Nagyon könnyű a termesztés, ilyen nátszerű levelei vannak, nem nő túl magasra, de így indíthatjuk el őket. Tehát először is a gyökeresztetéséhez egy kicsit melegebbre van szükség, tehát nem kell meggyökeresztetnünk, annyi kell, hogy ezek a rügyek elinduljanak rajta. Tehát lehet látni, hogy szépen elindulnak minden egyes darabon, szépen elindulnak a rügyek. Vannak. Tehát veszünk egy darab ilyen kis zárható vödröt, ilyen mindenkinek van otthon. Majd fogjuk a gyömbéreinket, és betekerjük egy papírtörlőbe, ezt a papírtörlőt pedig bevizezzük. Egy hétre félretesszük, rátesszük a kupakot, egy hétre félretesszük melegebb helyre, szobahőmérsékletre, és ez lesz az eredménye. Megindulnak a gyömbérek. Kicsit megszáradt üzleti gyömbér szépen-szépen megszívja magát ebből a nedvességgel, már nem is olyan ö, ráncos a külseje, és megindulnak a gyömbérek a növekedésnek. Ezután már csak el kell őket cserepeznünk, és várjuk a többit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a gyömbér szaporítási videót, további szép napot kívánok nektek, hamarosan jelentkezem. Itt láthattok néhány gyömbért, amit korábban ültettem. Tehát így néz ki. Vékony levelek. Ez korábbi ültetés. Majd szépen nagyobb cserébe át fogom őket ültetni. Ezeket a gyömbéreket. Tehát a hatból hat hajt és él. Na, no, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok! Ja, és köszönöm szépen az 500 feliratkozót.